együtt vagy valakivel, ez megtörtént. Ez is velem. Igen. És kiválasztottuk azt a kutyát, amit ő szeretne, egy sárpejt. Én nem. Ugye én mondtam magyarul, legyen az, mindig az, amit én szeretnék. Pedig ez tényleg nem így van, csak az este 98%-ában. Jó. Így van. És akkor megvettük a sárpejt. A kapcsolatnak vége szakadt. Innen lesz érdekes a történet. Ki a kutya? És a kutya ott maradt nálam. Én fizetem a kajáját, én szedem össze a kaja utáni maradványokat, stb. Én viszem kutyakozmetikába és fizetem, és most azt szerintem a héten lesz majd, vagy ebben a hónapban, akkor telefonálok, hogy visszavinném. Igen, bár a... Na most ilyenkor, ha ott hagynak nálad egy ilyen aranyos kis állatot, aki semmiről nem tehet... És miért nem vitte el? Hát mert egy olyan... ment, ott már van egy másik. Nem, hanem lakásba költöztek, és mert a kutyabaránt, idézőjel, ugye neki már akkor le kellene vinni az utcára. Persze, azon foglalkozni kell, persze. Igen, persze. Hogy egyszerűbb nálam ott a házban a kertben. Igen, egyébként így nagyjából kimondhatjuk így globálisan megint csak, hogy a kutyavállalás egyébként egy tökre nagy dolog. Nagyon. Azért mondom, hogy én nem tudsz elmenni sehova valakire otthagyni. Így van, tehát az, hogy el szeretné vele menni hétvégére, a kedve. De jó, de most a kis prüntjikével mi legyen? Hívjuk Szultánnak. Hát most igen, Bizsú, akkor olyan hülye kutya nevek vannak. Jöhet velünk? Hát nem. Hát akkor nem megyünk, mert akkor most ki fog neki, na jó, tehát én nem. Tehát akkor ezt akkor legyél a kutyával. Nem, hát akkor vagy kutya, vagy... Tényleg? Persze. Kemény vagy.